ami miatt ugye én az első időpontot lemondtam, és már a kollégádnak akkor is mondtam, hogy természetesen szeretném, hogyha ez később megvalósulna, az a himnusz éneklés. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a magyar válogatott nyer egy mérkőzést Angliában 4-0-ra, akkor rá pár napra nem lehet ilyesmiről beszélni. Most ugye az egész ország himnuszt énekelt még egy hétig legalább utána, és ezért gondoltam, hogy nem alkalmas az az időpont arra, hogy beszélgessünk. Ez most már szerintem inkább. Nagy futballvita, azt hiszem ez volt az első cím, ami hát érthető szerintem, amikor az angolok 4-0-ás legyőzése után elég nehéz amellett érvelni, hogy a magyar futball nem lépett előre, és nem fejlődött az elmúlt időszakban. Nekem egy svájci buszút jut eszembe, amikor a Magyar Labdarúgó Szövetség ki tudja hányadszor pályázott az Európa-bajnokság megrendezésére. Egy olyan időszakban voltunk, amikor a pályázat beadásakor még hát az arra volt elég, hogy azt hiszem akkor sorrendben másodszor ne kapjuk meg a futball EB rendezést. Megint ilyen makettekkel pályáztunk, amikor már harmadszor mentünk oda makettekkel, azzal, hogy igaz, hogy még nincs kész semmi, de holnap elkezdjük építeni, ha megkapjuk az EB-t, és aztán soha nem épült semmi. Ahhoz képest azért rendeztünk már EB-t, EB meccseket, ugye a legutóbbi Európa-bajnokságon. Ott volt a magyar válogatott, nem azért, mert házigazdaként erre eleve joga volt, hanem azért, mert kivívta a szereplés jogát, akkor már másodszor vívta ki a szereplés jogát az Európa-bajnokságon. A magyar válogatott egy olyan stadionban tudtuk fogadni a portugál, a francia csapatot, amely végre méltó volt az Európa-bajnoksághoz, sőt, ez volt az Európa-bajnokság egyedüli olyan helyszíne, ahol teltházzal mentek a mérkőzések. Hatalmasat fordult a világ e között a két pillanat között. Viktor, azt hiszem, akkor a közszolgálati médiának volt a sportriportere. Annak a közszolgálati médiának, amelyik ugyanebben az időszakban akkor már odáig ment a cinizmusban és a nem tudok más mondani, magyar ellenességben, hogy azt mondták a médiának és a kormánynak az akkori vezetői, hogy hát tulajdonképpen a magyar válogatott meccsei azok egyrészt nagyon drágák, a jogdíjat kifizetni nem nagyon van pénz, másrészt nem is igazán érdekli az embereket, árérték arányban nem éri meg ezzel foglalkozni, nem közvetíti a magyar labdarúgó válogatott EB-s elejtezőit a közmédia. Ez volt nagyjából ugyanez az időszak, 2003 talán, amiről beszélünk. De nem akarom hosszúra nyújtani, csak ezek az életképek illusztrálják azt, hogy hol voltunk akkor, és az előbb elmondottak meg azt, hogy hol vagyunk ma. Tehát senki nem vitatja, hogy a magyar sport anyagi lehetőségei sokkal jobbak, mint voltak. Szerintem az a kérdés, hogy a magyar sport eredményességben lépette annyit előre, mint amennyit az anyagi lehetőségekben. Arányban áll-e a kettő? Ez a legfontosabb kérdés. Most, hogyha már ilyen anyagiak szóba kerültek, ugye régen makett volt, ma már stadionokkal tudunk, fényképekkel, videókkal elkészült stadionokról jelentkezni különböző eseményekre. Ez tényleg egy jelentős változás. Kicsit talán egyébként túl sok stadionnal is, tehát egyszerre több világeseményt is le tudnánk bonyolítani. Ez nem feltétlenül szükséges szerintem egy ekkora ország esetében, de valóban jobb, mint hogyha csak makettek vannak. Szóval anyagilag tényleg előrelépett a magyar futball teljesítményben is, hogyha azt vesszük, hogy az EB-ken részt vett, de hogyha azt vesszük, hogy az Európa-bajnoki selejtezőkön... Talán be is fejezhetjük a vitát. Igen, az Európa-bajnoki selejtezőkön olyan eredményt ért el mindkétszer, amikor kijutott, amivel előtte nem jutott volna ki. Tehát azért azt érdemes figyelembe venni, hogy ugye 16 csapatos, helyett 24 csapatosok lettek az Európa-bajnokságok, sem 2016-ban. Igaz, hogy a 16 közé is bejutottunk 2016-ban. Igaz, 2016-ban nem jutott volna ki az EB-re a magyar labdarúgó válogatott a régi rendszerben. Élmény az elvithatatlan, és hatalmas dolog, hogy ez megtörtént. Csak éppenséggel ez korábban is megtörtént volna, hogyha 24 csapatos EB-ket rendeznek, mert többször is előfordult, hogy a magyar válogatott jobban szerepelt a selejtezőben, mint az előző két alkalommal, amikor kijutott. Csak akkor nem jutott ki. Akkor azok voltak a feltételek, úgy kellett kijutni, megjegyzem, hosszú ideig kevesebb ország volt mondjuk Európában, utána meg ezek voltak a szabályok, és így kellett kijutni, de mondjuk stadionunk végképp nem lett volna, ahol rendezhettünk volna EB meccset. Igen, tehát, akkor most... Tehát az az élmény, ami meg háromszor 70 ezer ember élménye volt Budapesten, arról meg ilyesmire meg végképp esélye sem lett volna magyar szurkolóknak korábban. Hát azért volt stadion, amelyikben elfértek volna korábban,
Nem ennyire modern. Olyannyira volt, hogyha a Debrecen után még egy magyar csapat bejutott volna a BL-be, akkor szégyen szemre külföldön kellett volna rendezni a magyar bajnok BL meccsét, mert egész egyszerűen eljutottunk arra a pontra, hogy nem volt Magyarország területén olyan stadion, ahol BL meccset lehetett volna rendezni. Már a Debrecen idejében sem volt, de nagyon nagy kompromisszumokkal az UEFA azt mondta, hogy most az egyszer még legyen. Jó, ez az anyagi előrelépés, ez megtörtént. Ettől függetlenül, hogy mindenkit... Miért nem történt meg korábban 60 évig? Mindenkit felkészítenék arra, hogy 48 csapatos lesz a Katarit követő világbajnokság, tehát a magyar válogatott lehet, hogy ki fog jutni. Hatalmas élmény lesz. De már most tartasz ettől. Nem. Hatalmas élmény lesz, hogyha ott lesz a magyar válogatott, de ettől függetlenül nem ugyanaz kijutni egy 24 csapatos világbajnokságra, vagy egy 32 csapatosra, mint egy 48 csapatosra. Tehát ez az eredményességet árnyalja. Csak erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Remélem ezzel nem bántottam meg senkit, azokat sem, akik nagyon jól érezték magukat az Európa-bajnoki mérkőzéseken. Ezen kívül akkor elmondanám, hogy persze óriási dolog ez, hogy vannak stadionok, és hogy ilyen szép számban épülnek. Nagyon szépen köszönjük. Igen, csodálatos. És a magyar NB1-nek az egyik legnagyobb problémája az, hogy a nagy tradícióval rendelkező csapatok, amelyeknek komoly szurkolótábora van, hiszen egy nagy települést képviselnek, azok nem tudnak az első osztályba feljutni kis települések, kis csapatai miatt, amelyek viszont bírnak komoly politikai támogatóval. Ugye most a Kisvárdát és a Puskást mondtam, de mondhatnám a Mezőkövesdet is, és hogyha nagyon gondolkodnék, akkor biztos tudnék mást is. Ugye egyelőre most a Ferencvárosnál Kubatov Gábor beszélt arról, hogy őnála ez most már elvárásként fogalmazódik meg, hogy a csapat tavasszal is szerepeljen, csak közben ugye azt hozzá kell tenni, hogy ugyanúgy, ahogy az EB létszáma 16-ról 24-re felfejlődött, jött egy új kupasorozat, a Konferencia Liga, amely könnyebbé teszi azt, hogy magyar csapata a tavaszt is megélje. És azon kívül, mondjuk, hogy... amikor bejutott a Fradi a BL-be először, akkor egy darab párharcot kellett megnyerni ehhez. És a kormánytól az összes többi látványsportágban is hatalmas fejlődés történt a létesítmények tekintetében a sportolók számában, hiszen nem csak a futballisták száma duplázódott meg, hanem az igazolt sportolók száma is megduplázódott, most már jóval 500 000 fölött van, és eközben egyébként még a kárpát-medencei magyar közösségek, sportközösségek is új létesítményeket kaptak, és ott is vannak már olyan utánpótlásnevelő műhelyek és olyan profi klubok, amelyek egyes sportolási lehetőséget, másrészt szurkolási lehetőséget biztosítanak az ott élőknek, aki mondjuk ott volt a teltházas meccsén a Sepsinek múlt csütörtökön, amikor az Európa Konferencia Ligában legyőzte az Olimpia Ljubljanát, vagy ott volt a csíkszeredai klubház és lelátóavaton múlt szombaton, ahol megint csak teltház volt. És egy óriási esemény volt a helyi magyar közösségnek, az egy pillanatig sem kérdőjelezi meg, hogy ezek fontos fejlesztések.